Oláh Zoli bácsi mondta Szent László, amikor megkínált bennünket barackkal. Hát kicsit már rohadtak a barackok. Azért is kínált. Azt mondja, gyerekek, egyetek baracot. Annyi van, mint a szar. Olyan, mint a fos. És hol lehetted válogatni, hát? Most csatornázás volt Szent Lászlón egyébként, de ezt úgy mondták, hogy bevezetik a szányvizet. Most már van szányvizünk is. Van a Ferus, csak a legnagyobb portrékat. Ő szobafestőmázoló, mert szóba olyan freskókat fest, csak hát amint a tettek mezére kerül a sor. Impressionizmus, most az alkoholizmus, két stílus is általában alkohol. Reggel 9-re megérkezik, elvégzi a wellness programot. Kávékonyak cigi. Mi az itt? Zalai hírlap, ahol a vezércikk is keresztrejtvény. De nem a Ferusnál. És hát reggel 9-re érkezett tavaly ajtóféfákat festeni, és délbe kérdezte meg először, hogy melyik lenne az? Zuhanyunk neki, mert semmi se lesz belőle. És volt a Deákháznál, Söjtörön, ott is dolgozott restaurátorokkal, és éreztem, hogy hát milyen volt ilyen művészekkel, és tényleg a Deákháznál dolgozni, Ferus. Még se kínáltak. És van egy zenegép Szent Lászlón. Hát, hogyha nincs bál, akkor az van. Ja, múltkor voltam diszkóba is. Hát az... UFO lámpák. De az a baj, a diszkóba második percben összeveszek a DJ-vel. Nincs meg, bazázs! És a körből... Én a Lambadán álltam be a körbe, és a Coco Jumbo-n álltam ki. Az ott, hogy nem figyelem. Hogy vannak a sofőrök. Hát, hogy biztonsági őrök, hát ez egy külön. De mindig viccelek, hogy próbálom. De ez a legrosszabb a biztonsági őrök. Tehát, hogyha kötekszik az ember, azt még megértik, de hogyha vicc. Mindig... Vannak a festők. Gletvas. Almaszedők. Na és hogyha nem ez van, akkor zenegép van. Felős a Chris Rate és a Dire Straits-t hallgatja. És van egy ilyen legenda, hogy a Dire Straits énekes, a Mark Knopfler, az ő kapja magyar volt, vagy nem tudom, mert Frey Tamás majd kideríti. És Ferusnak meggyőződés, hogy milyen Mark Knopfler, hát debreceni gyerek volt. Nem, Ferus, az ő kapja, nem, mondom, debreceni gyerek volt. Van a Ferus és a Beatles, a Szangotárdiak. És hát a Jenő, aki már idézve volt, nem Imre bácsi, Jenő, ő a böllérünk. Hát általában őt kell elkábítani először, mert szíve van. De hát ez ilyen szakmai ártalom a Jenőnél. Van egy ilyen szakmai ártalom. Hát Rizoltó nagybátyám, neki is szakmai ártalom. Éjjel megcsörren a telefon, lecsúszik az ereszen. És a Jenő civilbe sofőr. Tükörből tolod, de nem néz bele. Igen. Van egy Oscar-díjas jelenet a Livi nénivel, feleségével, legrészegebb férfi színész, legidegesebb női kategória. De mert a Livi néni szerint a házasság az egy küzdősport. Jenő szerint stratégiai játék. És a Livi néni a hongkongi kungfu filmes stílusában. Yeah! És a jelenet az, amikor indulnak haza vendégségből. Menjünk, mama. De jön, mert a Jenő Buthára iszta magát egyébként. Fateron meg közlekedési rendőrre. Később fekvőrendőr lesz a fater, de... Jenő meg a Nirvánába. Menjünk, mama. Miért a mezőnk? Kész vagyok. Mindjárt megyünk, mama. Menjünk. Menjünk mindjárt.
Ez 22 éve nézzük a tesómmal. Azóta ott vannak. Menjünk, mama. Indulunk, mind a vállóper, mindjárt lefelé. Szóval, hogy a tévéke elválsz, olyan ügyvédet szerez, nálad maradjon az asszony is. Hát nem. És egyszer a Jenő otthon ívott annyit, hogy azt hitte, hogy vendégségben van. Hát miért? És így már aludt, jött föl alfából. Na, mama, menjünk. Itthon vagy! Ja, akkor mama, most menjünk haza, vagy maradjunk itthon? Hát, így vágunk disznót. Én azt nem értem a disznóvágásból, hogy miért kell olyan kurva korán felkelni, mondom. Önkor még alszik a Greenpeace. Jönnek a pálinkával, nem hiszek, akkor buzi vagyok. Buzi-e vagyok. És akkor van vége a disznóvágásnak, akkor lehet tudni, amikor megjelenik a gazda. Elvégez egy pontrúgást a macskán, aki így belenyúlna. De van benne egy kifli, mint a Roberto Carlosnál. És akkor jövőre nem lesz marad. Állat, ezeknek! Nem kell maradsz. És általában két disznót vágunk, hogy délutára is maradjon hús. A szintézis. Összefoglalnám, azt mondta Gyurcsa, hogy most már nincs politika, csak politikai kommunikáció. Ugye nagy ötlet volt a Batiz, kormányszóvivő. Vagy mi hát vártam, hogy a sajtótájékoztatón így egy kicsit így bulvárosabbra veszi majd, hogy hölgyeim és uraim, láthatják önök csak itt, csak most, amint Csurka István körülmetélik a Hősök terén. Majd megkérdezünk egy kuklusz klánost, hogy van-e kedvenc NBA csapata. Az 1984 című regényt Péter Favi Attila kommentálja. Türmer Gyula utcát nevezel Kádár Jánosról. Természetesen Zsák utcát. És végül egy már-már megrázó portréfilmet láthatnak egy rasszistáról, aki szintévesztő. Köszönöm szépen!